Taxival menekült az embercsempész, múlt hét közepén készültek ezek a felvételek. A videó látszik, hogy a magyar rendszámú kocsit három rendőrautó is üldözi az M6-os autópályán. Ez a próbálkozás volt az egyik legextrémebb az embercsempészek részéről az elmúlt napokban. Ezek a felvételek is az M6-os autópályán készültek múlt héten. A fehér autóban szintén embercsempész és migránsok utaztak. Ez pedig már vasárnapi fotó. A spanyol rendszámú kocsiban egy szír embercsempész és 8 illegális határsértő próbált Nyugat-Európába jutni Tolna megyén keresztül. Az elmúlt héten összesen 5 embercsempésszel szemben intézkedtek kollégáink. Volt közöttük ukrán, magyar, bosnyák, horvát, és az elmúlt napon vasárnap egy 18 éves szír férfit fogtak meg embercsempész és büntetelkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Ezzel együtt 29 illegális határsértőt is sikerült elkapniuk a rendőröknek néhány nap alatt. A hatóság szóvivője azt mondja, a bűnözők egyre gyakrabban próbálnak az országnak ezen a részén Ausztriába jutni, ezért a Tolna megyei nyomozók gyakran a szomszédos megyei főkapitányságok és a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársaival közösen lépnek fel ellenük. Számos jelzés is érkezett arra vonatkozóan, hogy migránsok közlekednek az autópályán. Itt például az Eleni Pécsi osztályától, valamint a Bács megyei rendőrfőkapitányságról, illetve a Csongrád Csanád megyei rendőrfőkapitányságról is. Az elfogott embercsempészek alapesetben akár 5 év börtönt is kaphatnak, de ha bebizonyosodik, hogy bűnszervezetben dolgoztak, ez a szám akár a 12 évet is elérheti.